Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket újra a fonóházi találkozásokon. A mai előadás beszélgetés témája a húsvét hagyománya szokásai Siolgárdon, és köszöntöm Miska bácsit is. Át is adnám a szót, Miska bácsi, meséljen újra. Miként volt a húsvét, hogyan éltek az emberek a húsvéti ünnepkörben? Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát itt most a bőség zavara van, mert tulajdonképpen a múltkor megbeszéltük a farsangot, és a farsangtól húsvét másnapjáig, tehát hamvazó szerdától húsvét másnapjáig nagyon sok szokás volt hajdan a falusi társadalomba. Itt az agárdi emberek között is sok szokás élt. Én megpróbálok majd utalni néhány olyan dologra is, ami nem volt Siolgárdon jellemző, de a nagybajt meg a húsvéti szokások között az egész Kárpát-medencében nagyon színes szokások voltak. Ezek közül sok eljutott ide hozzánk is, de nem minden. Hát tulajdonképpen a hamvazó szerdáig jutottunk el a múltkor, innentől kezdve a húsvéti ünnepekig azt szokták mondani, hogy háború folyik, mégpedig a Cibere Vajda és a Koncz király hadakodik egymással, pontosabban hát a húsos ételek, meg a böjtös ételek, a cibere leves, pontosabban hát a korpaleves, a szegények korpaleves. Aztán a húsvéttal hát a Koncz király lesz a győztes. De a böjt tulajdonképpen mit is jelentett az emberek számára? Jelentette az, hogy nem fogyasztottak húst, vagy hát keveset, kevesebbet ettek, nagyon sokan betartották azt, hogy napjába csak egyszer ettek. Aztán ilyeneket, hogy a péntekeket, ami általában böjtös nap volt, még jobban szigorúan szokták tartani a böjtöt. Egyfajta ilyen megtisztulás is volt, egyfajta ilyen bűnbocsánat volt, olyan hely, ahol erősebb volt a vallás hatása akkor a gyónások előtt, még olyan dolgot is elkövettek, hogy kibékültek a haragosaikkal, bocsánatot kértek, azt úgy mentek el gyónni, hogy a lelkükben megtisztuljanak és várják az ünnepet. A nagyböjt alatt tilalom volt sok mindenre, tehát nyilván nem lehetett mulatságot tartani, nem lehetett énekelni, táncolni, fütyülni például nem lehetett. Egyébként is azt szokták mondani, különösen, hogyha lányok, asszonyok fütyültek, az tilos dolog, mert akkor azt mondták, hogy sír a Szűz Mária. Táncolni se lehetett, de mit lehetett? A lányok karikázója például a nagybőtbe is engedélyezett volt, ez itt Agárdon is így volt, és a sárközben, ahol kemény volt, ott a reformátusok tartották nagyon keményen, ott is a karikázó az szabad volt, mert azt nem tartották táncnak, nem tartották mulatságnak, hanem csak egyfajta időtöltésnek. Aztán a nagybőjt idején elszórva különböző helyeken ilyen megtisztulási szokások voltak, hogy megmosakodtak a patakba, külön szertartásokkal, mosakodtak a patakba, tisztították magukat a téli, hogy mondjam, hát kellemetlenségektől megszaporodtak, vagy megfogyaszkodtak ezek a szokások. Voltak, akik még mondókát is mondtak hozzá, hogy ha mosakodtak a patakba, akkor rázták a szoknyát, és mondták, hogy kutya, bolhák, hújjatok, betegségek, hújjatok, átok, dödvész, kikerüljön, még a nap is kiderüljön. Ilyen mondókákat mondtak
a lányok, és akkor mindjárt kapcsolódunk egy virágvasárnapi szokáshoz, ami tudjuk, hogy húsvét előtti vasárnap. Itt Agárdon úgy tudom, hogy annak csak azért volt jelentősége, mert itt akkor a lányokat a legparádisabban öltöztették. Országszerte pedig nagyon sokféle szokás volt. Agárdon is szokás volt a barka szentelés. Ilyenkor már nyílik a barka, és a barkát megszentelték, és ez is egy ilyen tisztogatásnak, lélek, meg betegségűzésnek, meg rontásűzésnek az eszköze volt a szentelt barka, amivel megverték az állatokat. Én emlékszem, gyerekkoromban a szentelt barka be volt szúrva a nád tetőbe, hogy a tűzvésztől megóvja a házat, és sok mindenre használták. Aztán a palócvidékeken, meg a felvidékeken nagy divatja volt a kiszejárásnak, a villőzésnek, amikor a lányok megindultak a faluba egy kerettel tulajdonképpen, és erre ruhákat gyűjtöttek, bekopogtak mindenhova, énekeltek, és ruhákat gyűjtöttek, felöltöztették ezt a babát jelképesen, és akkor körbe hordozták a faluba, és a végén kétféle sorsa volt ennek a babának, vagy bedobták a patakba, hogy vigye a víz, és vele együtt vigye el a betegségeket, meg mindenféle kellemetlenséget, ami a télen van, vagy pedig, mint a pusoljárás alkalmával elégették ezt az úgynevezett kiszebábot. Meg volt egy szokás, úgy hitták, hogy sárdózás, ének is van hozzá, hogy sárdógy üljel, hozd el a meleget, micsodai meleget, nyári meleget, hajszékecske, székecske, és így tovább. A gyerekek énekelték, játszották ezeket a... És akkor a virágvasárnap után jött a nagypéntek. A nagypénteken, hát mi is történik legelőször? Az, hogy a harangok elmennek Rómába. Ez azt jelentette, hogy nagypéntektől szombat délutánig, a litániáig, a föltámadásig nem szóltak a harangok. És akkor én még emlékszem gyerekkoromban, hogy a toronyban volt egy szerkezet, amit kereplőnek neveztek, és azt hajtottuk, tekertük. Nagy dicsőség volt, hogyha valaki fölmehetett a toronyba és hajthatta ezt a tekerőt, vagy ezt a kereplőt. Akkor a hangja volt, hogy még a határban is meghallották, és harangszó előtt ez a kereplő szólt. És akkor hát nagypénteken ugye az a keresztre feszítésnek a napja, és itten egyházi szertartások azok, amik lényegesek, nagymise, és hát Agárdon a kálvária járás. Nem tudom, ki emlékszik rá, vagy ki tudja, hogy hol van Agárdon a kálvária. Még gyerekek voltunk, ugye a Radózsa utcában laktunk, és hát mivel ott van a Sárvizon, hogy átmegyünk, ott van ez a kálvária, és hát én legutóbb még, mikor dolgoztam a 2000-es években, akkor ott emellette, ahogy mentem el, hát annyira elhanyagolt állapotban van. Egy időben akkor vagdaltak ott ki fákat, azt hittem, hogy kitisztítják, hogy majd rendben lesz téve, vagy valami. Hát ugye akkor még éltek azok az idősebb férfiak, akik egyházközség tagok voltak, mert ugye ők szokták általában úgy rendbe tartani, és hát nem, mert aztán akkor láttam egy-két embert, aki hát saját magának vágta ki, hát gondolom megengedték, hogy kitisztítják. De hát eléggé romos állapotban van. Én még, mint minisztráns gyerek, mentem a pappal a kálváriára, és hát ez egy, hogy mondjam, látványos, két nagyon nagy látványos egyházi ilyen fölvonulás volt a faluban, az egyik az úrnapi körmenet, a másik pedig ez a kálvária látogatás. Hát tudjuk, hogy hol van akkor ezek szerint, és akkor a templomba a falu népe összegyűlt, és megindult zászlóval, a sátorral, oltári szentséggel,
pappal, minisztrásokkal. Tehát teljes pompájába kivonult a falu, és elindult az Öreg utcán, a Gyöpi soron, aztán az Új utcán, a Fahídon át ment. És akkor tessék elképzelni, hogy nem voltál még betonjárda, hanem a Gyöpi soron, meg az Új utcán még egy ilyen 3 méteres szakaszon terméskővel volt kirakva az út. Ezen ment a menet, nagyon nagy fegyelmezett fölvonulás volt ez, meg volt szabva mindenkinek a helye, iskolás gyerekek, asszonyok, emberek jöttek, és akkor kinyitották a Kálváriának a kapuját, nagyon szép kapuja volt, meg nagyon szép emeletes keretei voltak a kapunak, és a Kálvária gyönyörű orgona bokrokkal volt körbevéve, nagyon szépen gondozták, kaszálták, és ott voltak a stációk sorba egymás után, és a dom tetején ott volt a 3 köröszt. És akkor a pap vezetésével mentek a egyik stációról a másikra, vonult fel az ember. Én egyszer megírtam már ezt, és azt találtam írni, hogy ez a tömeg olyan volt, mint egy vonuló birkanyáj, amelyik egyik stációtól a másikra megy ballag föl oda a szertartás végére. És egészen odáig még a szertartásnak vége nem volt, nagyon nagy volt a rend, a fegyelem. Aztán amikor vége lett a szertartásnak, akkor tulajdonképpen oszlott a tömeg, és mindenki megindult hazafelé. Mindenkit megindult hazafelé, de volt egy állomás, és ezt nem szabad kihagyni. Ki tudja, hogy hol volt a belső kút. Hát ott, ahol átmegyünk most a hídon, balra volt egy teljesen üres tér, és annak az üres térnek a kellős közepén ott volt a belső kút. 2 gémje volt, és mint Arany János versében a széles vájú kettősága várta a határból, a Tüskésziekből, Gencsről, Ágostomból este felé hazatérő fogatokat, kapásokat, mindenkit. Ez egy szinte egy szent helye volt a falunak. Este ott találkoztak a fáradt emberek, megbeszélték ki, hol, mit csinált, elvégezte a dolgát. Megitatta az állatait, húzta a vizet, az emberek is ittak. Jó volt neki feküdni a vödörnek és nagyot inni belőle. És emlékszem, hogy a Kálvária járás után mi gyerekek is bizony futás neki a gémes kútnak, és ittuk a vizet. És tényleg ez egy olyan hely volt, amit az előbb azt mondtam, hogy szent hely volt. Mert a fáradt emberek, meg a fáradt jószágok, mert ugye reggel kimentek Ágostomba, akkor vittek magukkal vizet. Ágostomba nem volt kút. Amennyi innivalót vittek magukkal, az délutánra elfogyott, és bizony mindenki alig várta, hogy elérjen a belső kutig, és ott olcsa a szomját. Na, hát a nagypéntekről talán ennyit. Nagypéntekről még egy személyes dolog, ugye még egész pici koromban a nagymama mindig elcipelt magával a templomba, és nagypénteken mindig meg kellett nézni a Szent Sírt. Megvan még? Megvan még. Hát én életemben el nem felejtem, hogy én mennyire féltem attól. A nagymama mindig oda cipelt és nézni kellett. Én annyira féltem attól a szegény halott Krisztustól, pedig nem bánt az senkit. Azután jött a nagy szombat. A nagy szombat pedig tulajdonképpen a feltámadás az ünnepe, és akkor is nyilván megtartották a miséket, és ha jól tudom, délután a litánia szertartása volt a feltámadás, és akkor szólaltak meg újra a harangok. A nagy szombatról tulajdonképpen sok minden érdekes dolog nincsen, itt tulajdonképpen az van, hogy itt már mindenki készült a másnapra, a húsvétra.
És hát a húsvét vasárnap, ahhoz mi minden kapcsolódik. Az ünnepek sorában a második legnagyobb ünnep, ugye a karácsony a legnagyobb ünnep, húsvét a második. Nyilván az egyházi szertartás a kismise, nagymise, és gyerekkoromban volt, de úgy tudom, mostanában is van passiójáték. Gyerekkoromban a nagymisén parasztemberekből álló kórus eljátszotta a keresztutat. Én emlékszem, hogy a Víg Józsi bátyám volt a Jézus. Meg minden férfinak megvolt a maga szerepe, és szólóba énekeltek. Nagyon szép volt, én nagyon kellemesen emlékszem vissza, szépen szólt az mindig a vasárnapi nagymisén. Nyilvánvaló a nagy ünnep azzal járt, hogy aztán a lányokat, menyecskéket a legszebben öltöztették. És ezek a ilyen alkalmakkor rendszerint ilyenkor kaptak új ruhát a lányok, és aztán páváskodni lehetett, mutathatta mindenki. Na most úgy emlékszem én, hogy vasárnap reggel volt a sonkaszentelés. Vasárnap ugye mindenki elkészítette otthon a kis csomagját, amiben sonka, kolbász, tojás, meg kalács, igen, kalács, bor, meg még mást is tettek bele, szépen letakarva, kosárba vitte mindenki, és emlékszem, hogy a templomba a padsorok mellett sorbáltak az asszonyok a kosarakkal, és a pap körbe járt is, és szentelte meg ezeket a ételeket, és akkor innentől kezdve lehetett húst enni. És akkor, hát nyilván ebbe a kosárba tojás is volt, és akkor beszéljünk a tojásról. A tojás tulajdonképpen a termékenységnek a jelképe. Az én emlékeim szerint Agárdon csak piros tojást föstöttek, pirosnak mondták, de más színű, tehát egyszínű tojásokat föstöttek. Másút nagyon sok helyen, Sárközben, Székelyeknél is sok helyen hímes tojást föstöttek, ennek meg volt a különböző technikája. Mostanában nagyon sokan, Zengővárkonyban van egy múzeum, ahol hihetetlen nagy mennyiségben vannak tojások. A tojás itt megint úgy szerepel, mint a termékenységnek a jelképe, és a tojást ajándékozták, és hogyha ajándékozásról van szó, akkor húsvétkor, ugyanúgy, mint karácsonykor, illett meg ajándékozni a gyerekeket. A szegénységnek a jelképe ugye, hogy karácsonykor is, meg húsvétkor is, ugye a keresztanyák igyekeztek hát szépen megajándékozni azt a kereszt gyereket, és aztán nyilvánvaló kapcsolatot tartottak, és aztán gyakorlatilag helyenként úgy volt, hogy kicserélték az ajándékot, hogy én is kaptam, meg az én anyám is adott a keresztkomámnak ugyanazt, egy narancsot, vagy piros tojást, tehát nem voltak nagy dolgok ezek az ajándékok. Egyfajta jelképes ajándékok voltak, húsvétkor is tartottak bált. A faluban megegyeztek, hogy húsvét napján is, meg más napján is, vagy csak más napján tartanak mulatságot, de ez nyilván elmaradhatatlan volt. Még egy nagyon érdekes dolog a nagyszombattal kapcsolatban. Sok helyen, és a bukovinai székelyeknél is találkoztam én ezzel a szokással, amikor az Izményi Együttessel dolgoztam, nagyszombaton volt szokásban az úgynevezett határkerülés. Amikor a férfiak szépen felöltözve megindultak és végigjárták a határt, hogy rendben vannak-e az utak, rendben vannak a hidak,
helyben vannak-e a határjelző karók, hogy nem szántotta el egyik ember a másikét, meg a faluvégi határok megvannak-e pontosan. Tehát egyfajta ilyen szertartás volt, ami szintén azzal járt, hogy útközben énekeltek, meg ittak. És akkor hát jön a húsvét másnapja. A másnapja tulajdonképpen egy kicsit ugyanolyan ünnepű, mint a vasárnap. A locsolás szokása az, ami hát élénkebbé teszi. Ez megint a megtisztulásnak a jelképe. És hát itt Agárdon úgy volt, hogy a legények megindultak, és a bandabeli lányokat hát meg kellett öntözni, nem mondták ám locsolni, hanem öntözni, és nem szagos vízzel, hanem bizony vödörrel mentek, és hát nem kimérték a lányokat. A lányok rendszerint már reggel úgy öltöztek, hogy nem számít, hogyha egyszer-kétszer át kell öltözni, mert volt úgy, hogy nem csak az egyik banda jött, a másik banda, az is megöntözte. Elkapták a leányt. Aztán volt úgy, hogy a szivárványoskút alá tartották. Ebből nem tudom, ki tudja, ki nem. Tragédia is volt a faluba. Simony Illit ki ismeri? Varjasnét. Az ő édesanyja, fiatalasszony korában megmártották vízből húzták ugye a vizet, és az annyira hideg volt. Igen, megmártották az itatóvájúba, annyira hideg volt, hogy megfázott is, és belehalt ebbe a bajba. Na, de nem sajnálták általában a lányokat, a lányok meg, hogy mondjam, volt, aki sikingatott, volt, aki elszaladt, volt, aki elbújt. Szegény Vigili fölmenekült a padlásra, az újháznak a padlására, és ott a padláson öntöztük meg úgy, hogy a mennyezetén átfolyt a víz. De hát ilyenek is voltak, és volt még egy szokás, Agárdon, hát ez egy külön témát igényelne, sajnos már nem tudom, hogy van-e az utolsó tűzoltó parancsnok, a kis Jani volt a kovács, ő tudott volna visszaemlékezni. Szóval Agárdon nagyon, hogy mondjam, komoly és fegyelmezett és nagyszerű tűzoltó szervezet működött. Egészen nagyon-nagyon régóta, egészen még a felszabadulás után is, az 50-es években is működött, és még az 50-es években is volt olyan szokás, hogy a tűzoltók, mindig volt a tűzoltóknak egy utánpótlás nevelése, fiatalokat, legényeket képeztek ki, szigorú képzésben volt részük, és szokás volt az, hogy nyáron, vasárnapi nagymise alatt a legények a templom meg az iskola között ott gyakoroltak, hozták a fecskendőt, gurították a csövet, mindent, és a templomból kijövő embereknek mutatták, hogy ők milyen ügyesek. Na, húsvét másnapján ez egy különleges szokás volt, mert kinéztek maguknak egy-egy asszonyt, melyeskét vagy leányt, és az utcában valahol beszerelkeztek a kútba a nagy tűzoltó fecskendővel, és amikor nagy misérű gyűjtek hazafelé a lányok, akkor ha tehetik, a tűzoltó fecskendőt eresztették rájuk, aztán vagy sikerült, vagy nem, de jó játék volt, és hozzátartozott az élethez tulajdonképpen, ezt várta is mindenki, ezt az eseményt. És húsvét másnapján tartottak bált, amikor hát ugyanúgy mulattak, mint máskor. Hát én vázlatosan ennyit gyűjtöttem össze erről. Itt azt hiszem, hogy befejezésül annyit mondanék el, hogy tulajdonképpen az emberek tudtak ünnepelni. Megtartották az ünnepeit, és ezek a szokások, amik akár a nagyböjttel kapcsolatosak, akár az öntözéssel kapcsolatosak, akár a nagy menet a kálváriára, ezek
részei voltak az emberek életének, és emlékeztek ezekre, és ebbe a falu apraja nagyja részt vett, és hihetetlen nevelő ereje volt ezeknek a szokásoknak, mert a gyerekek belenevelkedtek, belenevelődtek ezekbe a szokásokba, és így tudott igazából közösség lenni, közösséget alkotni az az ember tömeg, aki itt él a faluban. Nagyon jó lenne, ha mostanában is lennének ilyen közösségeink, így akkor folytatni kellene a fonóházi estéket, és hát ha elérünk odáig, hogy tudunk még emlékezni, és ezek a szokásaink, értékeink, ezek megmaradnának.